A Pannon TV híradóját látják, jó estét kívánok! Ma június 5-e Fatima és Valéria névnapja van. Szent Bonifácot, a sörfőzők és a szabók védőszentjét ünnepeljük. Ma van a környezetvédelmi világnap, most pedig lássuk a legfontosabb történéseket, először csak röviden. A katonaság megkezdte Obrenovác takarítását. A világ vezetői szankciókat helyezte kilátásba Oroszország ellen. Magyar nyelvű jogi tudományos tanácskozás kezdődött ma Palicson. Ma van a környezetvédelmi világnap. Obrenovác nagy részét feltakarítják ma, és több helyen humanitárius segélyt osztanak majd az evakuáció után visszatérő lakosoknak. Az egy hete még víz alatt lévő városban most a homokzsákokból épített gátak szétszedése, a több mint 1000 tonna hulladék elszállítása okozza a legnagyobb gondot. A lakosok a házak elé hordták ki az elázott bútorok, használati tárgyak maradványait. Bratislav Gašić szerb védelmi miniszter szerint csak csütörtökön több mint 1000 tonna szemetet gyűjtöttek be a hadsereg tagjai a városban. Péntek estére Obrenovász legnagyobb részére a tervek szerint már visszatérhet az a több mint 2500 lakos, akik eddig a belgrádi befogadóközpontokban leltek menedéket. A visszatérő evakuáltaknak hatalmas mennyiségű humanitárius segélyt kell majd szétosztani. A hadsereg és a Vöröskereszt aktivistái 3 új pontot alakítottak ki a Szerbia minden részéről és külföldről is érkezett adományok szétosztására a lakosságnak. Közel 32 ezer ember telepítettek ki, mintegy 1800 épület dőlt össze, további 2260 állt víz alatt Szerbiában. 39 községben több mint 1 millió 600 ezer lakos volt az elmúlt hetekben veszélyben. Több 10 millió eurós az úthálózatot ért kár, 250 híd sérült meg. Az ár legnagyobb mértékben az energetikai szektort és a mezőgazdaságot sújtotta. Az árvízi védekezésben és a károk szanálásában a nemzetközi közösségi segítséget nyújtott Szerbiának. Többek között az EU 19 tagállama, köztük magyarországi segélycsomagokkal, mentőalakulatokkal, felszereléssel támogatta Szerbiát. Az ország kára körülbelül 1 milliárd eurósra tehető. További szankciókat helyezett kilátásba a G7, a világ gazdaságilag legfejlettebb országokat tömörítő szervezete, amennyiben Oroszország nem stabilizálja az ukrán helyzetet. Feltételként az orosz erők visszavonását az Ukrajna menti határövezetből és a határon átszivárgó fegyverek és harcosok átjutásának meggátolását határozták meg. Vlagyimir Putyin orosz elnököt kizárták a tanácskozásokból. Az eredetileg a téli olimpiai játékoknak otthont adó Szocsiban tervezett G8 csúcs találkozónak Brüsszel ad otthont. A Krím-félsziget orosz föderációhoz csatolása miatt döntöttek a legfejlettebb országok úgy, hogy Európában tartják meg tanácskozásukat. A helyszínen kívül a résztvevő országok száma is változott, mivel Oroszországot a kelet-ukrajnai zavargásokban és harcokban betöltött szerepe miatt kizárták. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a megnyitón elmondta, a G7 csúcs találkozó egyik fő témája Ukrajna lesz. We need to reconfirm our two-track policy, lending our economic and political support to the government, so that we can contribute to the country's stabilization and economic recovery, and maintaining a credible pressure on Russia to deter it from further interfering in Ukrainians' internal affairs and from supporting armed separatist forces. Barroso az Európai Bizottság segítségét ajánlotta fel az alkotmány átalakításában, a gazdasági stabilizációban, az energiabiztonságban és Ukrajna nemzetközi támogatásának terén. Angela Merkel szerint az Oroszország elleni szankciók harmadik köre is elképzelhető, amennyiben Putyin továbbra is érdektelenséget mutat az Ukrajnát sújtó összecsapások rendezését tekintve. A német kancellár az ukrán határ menti orosz csapatok átvezénylését és az Oroszországból származó fegyverek és a szakadárokat támogatók átszivárgásának szigorúbb ellenőrzését kéri. In wirtschaftlichen Fragen zum zweiten Gespräche mit Russland über die notwendigen Schritte, wie ich sie eben dargestellt habe. Und drittens dann auch die Tatsache, dass wenn es keine Fortschritte in den Fragen gibt, die wir
noch zu lösen haben, dass dann natürlich weiter auch die Möglichkeit von Sanktionen, auch schwereren Sanktionen der Stufe 3 auf dem Tisch liegt. Denn wir können uns eine weitere Destabilisierung im Zusammenhang mit der Ukraine nicht leisten. Ukrajna mellett a G7-ek külpolitikai szinten a szíriai választásokról, Líbiáról, Maliról és a Közép-afrikai Köztársaságról tárgyalnak. Emellett a globális felmelegedés okozta munkanélküliség és energiafüggőség, valamint a 2015 utáni időszak fejlődési lehetőségeiről tárgyalnak az első Európában megszervezett csúcson. Folytatódik az ukrán fegyveres erők tüzérségi támadása a szakadárok ellen Szlovjánszk elővárosában, Kelet-Ukrajnában. A híradások mindkét oldalon áldozatokról számolnak be, de a fegyvertelen civil lakosság is folyamatos félelemben él. Viszonylagos nyugalomban telt az éjszaka Kelet-Ukrajnában. A mindennapossá vált lövöldözések és robbanások hangját hallhatták Szlovjanszk lakosai a peremvárosokból, ahol változó intenzitással, de folytatódtak az összetűzések. Szlovjanszk népi polgármestere szerint az elmúlt napokban 9 orosz barát fegyveres veszítette életét, és további 12 sérült meg. Az összecsapások következtében sérülést szenvedett a helyi elektromos és vízhálózat, több település is vízellátás nélkül maradt. Értesülések szerint az ukrán hadsereg 2 repülőgépet, 2 helikoptert és 4 páncélozott csapatszállítót veszített el. Az összecsapások a civileket sem kímélik. Mindenütt golyónyomok tarkítják a falakat, az utakat és a járdákat akna és lövedékkráterek szabdalták fel. Kiégett autók és üvegtörmelék hever mindenütt. A kommunizmus bukásának 25. évfordulóján Varsóban Barack Obama a kelet-európai országok és Ukrajna támogatására tett ígéretet. Az Egyesült Államok elnöke Lengyelország, mint NATO tag védelméről is beszélt. Amint elmondta, az alapszabály szerint amennyiben egyik tagállamot támadás éri, az egész szervezetnek kötelessége a segítségére sietni. Nem csupán a házigazda Lengyelországot említette, hanem más Oroszországgal határos NATO tagokat is, mint Lettország, Litvánia és Románia. Emellett élesen kritizálta a Krím-félsziget orosz annektálását is. Bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun or with mass men taking over buildings. And the stroke of a pen can never legitimize the theft of a neighbor's land. So we will not accept Russia's occupation of Crimea or its violation of Ukraine's sovereignty. Our free nations will stand united so that further Russian provocations will only mean more isolation and cost for Russia. Because after investing so much blood and treasure to bring Europe together, how can we allow the dark tactics of the 20th century to define this new century? Az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások minden fordulója előtt kikérik a szerbiai parlament integrációs bizottságának állásfoglalását. A szerdai ülésen a bizottság meghatározta az integrációs tárgyalások folyamatának eljárási rendjét. Most nagyon fontos, hogy a vajdasági magyar közösségnek parlamenti képviselői és bizottsági helyei vannak a szerbiai parlamentben, mert a tárgyalási dokumentumok tartalma titkosított, és csak a bizottsági tagok nyerhetnek betekintést, nyilatkozta RTV-nek Varga László, a szerbiai parlament integrációs bizottságának VMSZ-es elnök helyettese. Az eljárási rend lényege az, hogy amikor minden tárgyalási forduló előtt akkor megérkezik a kormánytól az ország tárgyalási álláspontja, akkor az integrációs bizottsághoz fog megérkezni. Az integrációs bizottság továbbítani fogja a parlament szakbizottsága, és attól függően, hogy melyik szakbizottsághoz tartozik az adott tárgyalási fejezet. Ezt követően, miután az adott parlamenti szakbizottság megtárgyalta a parlament álláspontját, vagy pontosabban megfogalmazta a parlament álláspontját, az álláspont vissza fog érkezni az integrációs bizottsághoz, és az integrációs bizottság fog végérvényes állást foglalni, és az az integrációs bizottság által meghozott állásfoglalás lesz a parlament állásfoglalása az ország tárgyalási álláspontjával kapcsolatban.
Kézigránátot dobott az őt üldöző rendőrökre egy férfi Krusevác mellett, hárman könnyebben megsérültek. A rendőröket kollégáig értesítették, hogy a város felé halad egy taxi, amelynek vezetőjét pisztollyal kényszerítette egy férfi arra, hogy vigye el. A rendőrök lezárták az utat, megállították a taxit, és miközben megpróbálták letartóztatni a 36 éves utast, az eldobott egy kézigránátot. A prokupjei illetőségű személy már ismerős a rendőrök számára, 4 hónapja szabadult a börtönből. A szakorvosi vizsgálatokra és a műtéti beavatkozásokra várakozók listáját a jövő héten teszik közzé az Egészségügyi Minisztérium honlapján, jelentette ki Zlatibor Lončár egészségügyi miniszter. Rövidesen egész Szerbiában egységes várólista rendszert vezetnek be a szakemberek segítségével. A törekvés koordinátorai folyamatosan dolgoznak ezen. A cél, hogy az egész országban megvalósuljanak azok az újdonságok, amelyek az ország legjobb klinikáin már léteznek és jól működnek. Területi és nem területi autonómia, az összehasonlító, a nemzetközi és a tételes jogban címmel 3 napos magyar nyelvű jogi tudományos tanácskozás kezdődött ma Palicson. Az előadások mellett könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a konferencia programján. Autonómia elméletben és gyakorlatban. Erről szól Palicson a Magyar Nemzeti Tanács 3 napos jogi tudományos tanácskozása. Trócsányi László, a Szegedi Tudományegyetem tanára a belgiumi németek autonómia törekvéseit mutatta be. Szerinte egy tényezőn múlik a sikeres önrendelkezés. Az elszakadás igénye mindig akkor merül föl, hogyha valaki azt érzi, ki vagyok rekesztve. Ha azt érzem, hogy ki vagyok rekesztve, akkor nem érzem jól magam, akkor el akarok menni. Ha viszont nem vagyok kirekesztve és partnernak tekintenek engem, akkor felülemelkedek ezen, és azt gondolom, hogy tudok egy dialógusban élni valakivel. Az ukrán válság viszont éppen aláássa az európai autonómia törekvéseket, Törő Csaba, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint. Ami ott zajlik, az lényegében egy sorozatos visszaélés, különböző, egyébként tisztességes és tiszteletreméltó fogalmakkal és igényeknek a képviseletével. A tanácskozás délutánjának második felében kerekasztal beszélgetést folytatott Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, és Korhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, amely idén a kis szigetországok ökológiai gondjaira és a klímaváltozásra fókuszál. A politikusok, civil aktivisták és tudományos szakemberek részvételével zajló központi rendezvényeknek idén Barbados, a Kis-Karibi sziget ad otthont. Szerbiában civil és szakmai szervezetek, illetve az illetékes minisztériumok országszerte rendezvényekkel igyekeztek felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, amelynek sokak számára a közelmúlt katasztrófa katasztrofális árvizei adnak aktualitást. Poplave bi se bez sumnje dogodile sa velikim padavinama koje su se dogodile. Onaj deo koji smo mogli da izbegnemo, nismo izbegli pre svega zbog toga što smo se kao populacija neodgovorno ponašali prema životnoj sredini. Evo prilike da izvučemo pouke. Imamo izvanredne stručnjake u ovoj oblasti, da poslušamo konačno struku i da u godinama koje dolaze primenimo sve ono što struka već poznaje. Na taj način ćemo smanjiti pre svega gubitak života. Egy új madárfaj, az üstökös réce jelenlétét bizonyították a Palicsi tavon. Szakemberek szerint ez a madárfaj az ember által átformált élőhelyek és saját maga terjeszkedése miatt jelent meg Szabadka mellett. A közelmúltban más új fajok is felbukkantak Vajdaságban. A szokásos látvány és hangkavalkát fogadja a látogatót a Palicsi tó Sirály szigeteinél. A különböző sirályok, gémek és káró katonák között idén új jövevények jelentek meg. 2 üstökös récepár fészkelte be magát ide, 3 kis récéjük közül viszont 2 nem élte túl a májusi viharokat. 1989-ben bizonyították először a Kárpát-medencébe költését, pontosabban a Fertő tavon, magyarországi oldalon, és ott a 90-es évek elején a Száva medrében, tehát itt Horvátországban.
Vajdaságban a Közép-Ázsiából kiinduló terjeszkedésnek, illetve a palicsitó 70-es évektől számított átalakulásának köszönhetően jelent meg az üstökös réce. Az új fajok megjelenése, valamint a régiek eltűnése fontos mutatói a környezeti változásoknak. A Sirály-szigetek mesterségesen jöttek létre, ezzel új élőhely keletkezett. Másrészt azonban a tó ezen részének állandó szennyezettsége komoly ökológiai problémákat okoz. A környezet, az ökológia az, amely megmutatja egy terület valós állapotát, annak a változását. Mert hiába van az, hogy akár mindenféle előírások, szabványok és laborvizsgálatok alapján megfelel, nem tudom, a vízminőség, vagy a növényzet, vagy az erdő állapota, hogyha az élővilág más mutat. A klímaváltozásnak, az állományon belüli folyamatoknak, vagy az élőhely átalakulásának köszönhetően más régi és új fajok is megjelentek Vajdaságban az utóbbi időben. Ilyen a citrombillegető, vagy az Afrika tájairól jól ismert pásztorgém. Fontos szerep jut a határmenti klasztereknek a szerb-magyar gazdasági együttműködésben. Az ágazati hálózatépítés által akár nagyobb piacokon is versenyképesek lehetnek a két ország kis és közepes vállalatai. Hangzott el a Szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár Magyar Szakmai Nap című kísérő rendezvényén. Maglay Jenő Szabadka polgármestere köszöntötte a Nemzetközi Regionális Vásár Magyar Szakmai Nap című kísérő rendezvényeinek résztvevőit. A Szerbia és Magyarország közötti gazdasági együttműködés évről évre szorosabbá válik. A két ország együttes kereskedelmi forgalma meghaladta a 1,5 milliárd eurót, ez növekedést mutat az előző évhez képest, és úgy gondoljuk, hogy nagyon rövid időn belül a 2 milliárd eurót is eléri a két ország együttes kapcsolata, ami érdekes az előző évekhez képest, hogy Szerbia dinamikája az elmúlt évben jobban nőtt, mint a magyar vállalkozóké. Szabadkán 2005 óta vannak klaszterek. Egy ágazaton belül a vállalatok a költségeik csökkentése, valamint tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében tömörülnek klaszterbe. Danas otprilike u 4 oblasti postoje klasteri u Subotici, jedno je upravo taj deo plastike, Vojplast, znači klaster iz Hajdukova koji je vrlo agilan i aktivan. Drugi klaster se je agroindustrija i Fruitland isto tako, znači to je oblast poljoprivrede. Treća oblast je turizam, gde imamo fond turistički klaster mikroregije Subotica Palić i isto tako imamo jedan farmaceutsko zdravstveni klaster. A szerbiai és a magyarországi vállalatok, klaszterek együttműködve nagyobb eséllyel indulhatnak a világpiacon is. A Magyar Nemzeti Kereskedőház több lehetőséget is lát az együttműködésre. Itt a helyi vállalkozások azért mezőgazdaságban elég erősek, villamosiparban szintén, tehát tudunk mondani olyan erős kapcsolódási pontokat, ami nekünk is fontosak lehetnek. Ezek kiegészítik egymást, és ahogy mondtam, vagy helyben tudnak kifejteni eredményeket, vagy közös munkával akár később is, illetve más területeken. A Nemzetközi Regionális Gazdasági Vásár június 7-éig tart a Szabadkai Sportcsarnokban. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Szabadkán koncertezik a Magyar Nemzeti Énekkar 85 tagú kórusa jövő kedden. Legalább 7 magyar filmet mutatnak be a 21. Európai Filmek Fesztiválján Palicson. A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja jóvoltából indultak ma útnak a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákjai, összesen 46-an. A fő úti céljuk Marosvásárhely. A Zentai iskola egy elsős, egy másodikos és egy harmadikos osztálya indult útnak csütörtök reggel. A gyerekek nagyon várták már ezt a kirándulást. Ez egy 4 napos kirándulás igazából. Az első megállóhelyünk Ópusztaszárán lesz, ahol az emlékparkban megállunk, és onnan majd folytatjuk az utunkat Nagyszalontára. Tudjuk azt, hogy Arany szülővárosa, és ott van egy testvériskolánk is, akit szintén meglátogatunk, és az első éjszakázás az ott lesz, tehát ma este ott fogunk aludni. Holnap reggel folytatjuk az utat tovább, kisebb pihenővel Kolozsváron megállunk, nevezetességeit megnézzük, és utána folytatjuk az utat egész Marosvásárhelyig.
A gyerekek közül néhányan már korábban is jártak Romániában. Én minden programot nagyon várok, tehát én nagyon szeretek utazni, és én nagyon várom a programokat. Nem tudom, talán Aradot várom legjobban, mert ott már voltam, és nagyon szeretem Aradot. A bajaisok egy része már részt vett a Rákóczi Szövetség diákutazási programjában. Tavaly az október 23-ai események kapcsán látogattunk Budapestre, és megpróbáltuk leginkább abba a helyzetbe beleélni magunkat, rekonstruálni az eseményeket, hogy mi hogy történt. Az osztálykirándulásoknak nagy szerepe van a diákság életében, hiszen a közös élmények még inkább összekovácsolják az osztályukat és az évfolyamokat. Szerintem rengeteg új élménnyel fogunk gazdagodni. Én főleg azt várom, hogy Aradot sétáljuk körbe, és elmenjünk a Vértanúk emlékművéhez. A Rákóczi Szövetség diákutazási programja keretében idén júniusban 78 kárpát-medencei középiskola több mint 2800 diákja utazhat legalább egy határ átlépésével egy másik magyar iskolához. Csodák palotája, körjátékok, középkori és táblás játékok, rekeszépítés, vásári mutatványosok, állati munka, kalandpálya és sok egyéb érdekesség. Ezek, illetve más érdekességek is várják majd a látogatókat június 15-én vasárnap a Zentai Népkertben az 5. Mosolytenger Gyermekfesztiválon. Önfelett játszadozás és vidám kacagás. Ezek jellemezték a tavalyi Mosolytenger Gyermekfesztivált. Idén azonban a szervezők még több érdekességgel, köztük számos szórakoztató és készségfejlesztő foglalkozással várják majd a kikapcsolódni vágyó gyerekeket és szüleiket. Lesznek új játékaink, illetve még több helyszínünk lesz, még több játékunk. Ami nagyon népszerű, abból még többet próbáltunk, tehát több ló lesz, amit majd lehet lovagolni, még több légvár lesz, és még több civil szervezet is. Magyarországról is már 4-5 szervezet bejelentkezett, tehát próbálunk az elvárásoknak megfelelni. Ami még fontos változás, hogy az idén már nem lesz Alma együttes. Úgy éreztük, hogy egy kicsit váltsunk, mást is mutassunk meg. Kiskalász együttes lesz a rendezvényen, és lesz természetesen még sok érdekességek, tehát bohócoknak a műsora és minden más. A fesztivál zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendezvény megszervezésébe idén mintegy 35 civil szervezet is bekapcsolódott, amelyek mindegyike érdekesebbnél érdekesebb játékokkal és foglalkozásokkal várja majd a látogatókat. A civil szervezetek önként jönnek és szórakoztatják a gyerekeket különféle kézügyességi feladatokkal, ami azért nagy segítség. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvényünk színvonalas legyen, de ugyanakkor ingyenes is. A fesztivál napján a kisgyermekes családok akciós áron vehetik majd igénybe a rendezvény helyszínéhez közeleső medence szolgáltatásait is. Az 5. Mosolytenger Gyermekfesztivállal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a CIFI Civil Központ irodájában kaphatnak Zentán. Szabadkán koncertezik a Magyar Nemzeti Énekkar 85 tagú kórusa kedden, június 10-én. Az Európa szerte ismert énekkar Románia után nálunk folytatja a Kárpát-medencei körútját, amellyel magyar és külföldi zeneszerzők műveit mutatják be a külhoni magyaroknak. A Magyar Nemzeti Énekkar, régebbi nevén Állami Énekkar, 28 évvel ezelőtt jött létre. A zenekar jelenlegi karigazgatója Antal Mátyás. A programban egyházi és világzenei darabok szerepelnek majd. A hangverseny alatt felcsendülnek majd Kodály, Liszt, Verdi és Karl Orff szerzeményei is. Az énekkar repertoárja rendkívül gazdag. A zenekar repertoárja rendkívül gazdag, egészen Bachtól a kortárs zeneszerzőkig, az a cappella művektől kezdve az oratóriumon át az operáig terjed, sőt a jazz műfajban is megfordulnak. Bízják Dóra, aki zongorán fog közreműködni. Az évek során sikeres koncerteket adtak Európa számos nagyvárosában, de felléptek több ízben Japánban, Izraelben, a Kanári-szigeteken és Törökországban is. A Vatikánban két nagy sikerű koncerttel szerepeltek János Pál és Benedek pápa tiszteletére. Szabadkán ez már a második vendégszereplésük. Ami nagyon fontos, hogy ez a koncert jótékonysági jellegű, tehát a látogatóknak módjukban áll adományaikkal segíteni a szerbiai árvízkárosultaknak. Azt hiszem, hogy ez a koncert, amely az Elekte és a város együttműködése következtében jött létre. Nagyon szép példája a partnerkapcsolatoknak.
A hangverseny június 10-én este 8 órakor kezdődik a Szabadkai Városháza dísztermében. Legalább 7 magyar filmet mutatnak be a 21. Európai Filmek Fesztiválján Palicson július 19-e és 25-e között, nyilatkozta Siflis Zoltán, a fesztivál magyar programjának válogatója. A versenyben szereplő 85 filmet 10 csoportba sorolták be a szervezők. Ezek között idén is szerepel az új magyar filmek válogatása, de a versenyprogramban és más csoportokban is helyet kapnak a magyar alkotások. Egyebek mellett bemutatják Bodzsár Márk első nagyjátékfilmjét, az Isteni műszakot, Szász János a Nagy tüzet nevű film, Füzet nevű filmjét és Mundrucó Kornél Fehér Isten című alkotását is, amely elnyerte a Káni Filmfesztivál egyik rangos szekció fődíját. Két vígjátékot is műsorra tűznek, Szajki Péter Nejem nőm csajom című filmjét és Herceg Attila Megdönteni hajnal témát című romantikus komédiáját. Várhatóan bemutatják Tolnai Szabolcs vajdasági magyar rendező legújabb filmjét, Az erdőt is. 4 nap, mintegy 100 fajta sör, közel 10 tonna csülkös étel különlegesség, színvonalas előadások és remek hangulat. Ezek lesznek a 14. Csabai Sörfesztivál és Csülök Parádé fő attrakciói. A rendezvény média támogatója a Pannoner TV. Idén június 12-e és 15-e között rendezik meg a Csabai Sörfesztivál és Csülök Parádét Békés Csabán, tudatták a sajtóval Budapesten a rendezvény szervezői. 400 négyzetméteren konferenciával egybekötött kiállítás is megtekinthető lesz, amin különböző hungarikumok, helyi ételkülönlegességek is kóstolhatóak lesznek. Most, hogy már hungarikum törvénye van Magyarországnak, és gyűjthetjük a nemzeti értékeket helyből, megyéből is, gyűjthetjük a Kárpát-medencéből. Mit is tehetnénk mást, mint hogy a néhány héttel ezelőtt nemzeti értékké nyilvánított Sörfesztivál és Csülök Parádén rendezünk egy konferenciát. 20 négyzetkilométeren 120 versenyző főz majd Bográcsban, emellett a rendezvény ideje alatt több mint 1000 hordó sört is csapra vernek. Olyan kézműves termékek vannak ma már jelen a fesztiválon és nyilvánvalóan mindennapokban, amit érdemes kóstolgatni, és érdemes azért elmenni egy ilyen fesztiválra, mert nem minden nap találkozhatunk, mert ezek a kisüzemi sörfőzdék csak a régiókban jelennek meg. Nagy dilemmát okozott a Békés Csabai Jókai Színház igazgatójának, amikor először meghívták őket a sörfesztiválra, hiszen mi keresni valója van egy színháznak egy ilyen rendezvényen, de tapasztalataik nagyon pozitívak, így idén már nem csak ők, hanem a Felszállott a Páva népzenei vetélkedő nyertesei, résztvevői is jelen lesznek. A színház olyan tér is, ahonnan kimegyünk a nézők közé, ezrével tudunk megszólítani olyan közönséget, akik különben nem jönnének el a színházban. A Csabai Sörfesztivál és Csülök Parádé fővédnöke, Domokos László, az állami számvevőszék elnöke, a Csülök Pörkölt Főző verseny fővédnökei között pedig a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István neve is jelen van. Ellenfényben ezzel a címmel nyílt meg Török István autodidakta festő kiállítása a Szabadkai Magyar Ház tanács termében. A művész szülőfalujában Csurgón 1967-ben főleg Torok Sándor katonakori barátjával és még néhány festőbaráttal együtt alapította meg a csurgói ifjúsági művészi telepet, amelynek tevékenységét 1969-ben fórumdíjjal tüntették ki. Török István 1978-ban Ómoravicán alapító tagja volt, a 9+1 művésztelepnek is. Több mint 15 hazai és magyarországi művésztelep munkájában vesz részt. Eleinte főleg a rajz és az olajfestészet érdekelte, az utóbbi években azonban akvarell, pasztell, akril és kombinált megoldásokat is alkalmaz, attól függően, hogy pillanatnyilag milyen téma érdekli. A Magyar Ház tanács termében megtekinthető kiállítás a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. Elsőként a 7. kiemelt orosz Maria Sarapova jutott a francia nyílt teniszbajnokság döntőjébe, miután 3 játszmában 4-6, 7-5, 6-2 arányban legyőzte a 18. kiemelt kanadai Eugénie Bouchardot. A vegyes párosok döntőjében a német-holland Annalena Grünfeld Jean
Rozsán kettős 4-6-6-2-10-7 arányban legyőzte a Julia Görges Nenad Zimonic német-szerb párost. A junior lányok mezőnyében nagy siker előtt áll az első kiemelt szerb Ivana Jarovic. A 17 éves csácsáki születésű játékosnő a negyeddöntőben két játszmában bizonyult jobbnak a szlovák Kristina Smidlovánál, és a döntőbe jutásért a kanadai François Abanda ellen lép pályára. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer röviden. A katonaság megkezdte Obrenovác takarítását. A világ vezetői szankciókat helyeztek kilátásba Oroszország ellen. Magyar nyelvű jogi tudományos tanácskozás kezdődött ma Palicson. Ma van a Környezetvédelmi Világnap. Köszönjük a figyelmet, híreinket, bejátszásainkat elolvashatják és visszanézhetik a pannonrtv.com honlapon, vagy hangoljanak a 91.5-re, ahol a Pannon Rádió műsora hallgatható. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!